Ilyenkor februárban is ki lehet fogni enyhébb napokat, amikor ki lehet jönni a természetbe sétálni. Most ugye itt a Várkertben vagyunk gyakorlatilag. Mi az, amivel ilyenkor fogad minket a természet? Ugye a hó már elolvadt, sár van. Februárban még tehát tart a tél javában, nem lehet tudni, mit hoz a következő egy-két hét, de azért a természet jelez nekünk. Elkezdtek visszaérkezni a vándormadaraink, a fák, bokrok vízben vannak, várják azt, hogy kipattanhassanak. Én azt mondom, hogy valóban ki kell otthon nekünk is bújnunk, most már a kis szobácskánkban a téli álomnak vége, induljunk ki a természetbe. Milyen madarakkal találkozhatunk itt? Itt a Várkertben a gyulaiak aztán nagyon jól tudják, hogy szinte minden fán fürtökben lónak a baglyok, erdei fülesbaglyokról van itt szó. Ezeknek a madaraknak az a természetük, hogy akkor, amikor véget ér a szaporodási időszak, nyár ősz végével, tél elejével csapatokba verődnek, és a külső természeti élőhelyekről, tehát az erdőszegélyekből, szántóföldek közötti mesdje bokrosaiból bevándorolnak a városnak a belsejébe, és akkor egy csapatokba verődve fenyőfákon, fűzfákon töltik a telet, és itt a városban fellehető élelmet, elsősorban a rágcsálókat pusztítják. Tehát amikor mondjuk nyáron ilyen bagoly húhogást hallunk, akkor nincs ennyi bagoly itt a fákon? Jól elbújva? Van. Érdekes módon Gyulán viszonylag sok bagoly tölti a nyarat is, így fákon, fürtökben. Ez máshol annyira nem jellemző, én nem is ismerek másik olyan várost, ahol ez ennyire szokványos lenne. Illetve hát nagyon sok bagoly fészkel Gyula belvárosában is, erkélyeken, teraszoknak a növényládáiban eléggé sokfelől kapjuk az értesítést, hogy itt is ott is bagoly családok telepedtek meg. Egyébként hogyan vehetjük őket észre? Tehát hogyan tájékozódhatunk a jelenlétükről? Sokan a úgynevezett kártételük alapján tudják, hogy egyáltalán bagoly lakik a házuknak a kertjében. Fenyőfákon, azt is említettem, hogy a fenyő is egy nagyon kiváló kis telelőhelyük, sűrűbb növényről van szó, ott a baglyok annyira nem látszanak, viszont a fenyőfák alatt összegyűlő úgynevezett bagolyköpet az, amiről könnyen észrevehetjük az ő jelenlétüket. De hogyha a szürkületkor alkonyat 4-5 óra körül sétálgatunk az utcán, azért már elindulnak a baglyok éjszakai körútjukra, és akkor lehet látni a repdeső baglyokat. Mögöttünk a tavon van még néhány kacsa, és szoktam látni itt a városban, hogy különböző élelmiszereket dobálnak be nekik a vízbe. Ez mennyire hatásos? Hát a kacsák minden esetre örülnek neki. Igazából a vadon élő madarak nincsenek rászorulva arra, hogy az embereket essék őket, viszont hogyha jól akarjuk magunkat érezni egy vasárnap délutáni sétán, mondjuk úgy, hogy a gyermekén közelébe csaljuk egy-két száraz kifli végül a kacsákat, akkor tegyük. Tehát ártani nem ártunk a kacsáknak, de ne gondoljuk azt, hogy most a kacsák így könnyebben vészelik át a telet, hogyha mi dobálunk be ezt azt a vízbe. Nagyon fontos, hogy annyi takarmány kerüljön csak be a kacsák közé, amit ők azonnal meg tudnak enni. Hogyha akár kenyérnemű, akár bármiféle mag elkezd savanyodni, penészedni a víz környékén, és a madarak ezt utólag felszedik, akkor akár betegséget is kaphatnak ettől. Itt a tó mentén látható kacsaetetőben milyen táplálék van? Tudomásom szerint ezeket az etetőket speciális táplálékokkal töltik fel, tehát egy összetett táplálék ez, amiben a tápanyagok, vitaminok egyformán megtalálhatók, és hát feltehetően ezek annyira speciálisok, hogy a vízszínén úszni képes táplálékokról van szó, tehát nem süllyednek el a vízbe, majd aztán iszapként végeznék, hanem ezt a madarak szépen fel tudják szedni. Úgyhogy ha valaki etetni akarja a madarakat, akkor lehet, hogy jobban jár, hogyha ezt a táplálékot választja, és nem pedig az otthonról ide kihozott élelmiszermaradékot. Említetted azt is, hogy az itt telelő madarak mellett már kezdenek megjelenni a tavaszi madarak is. Melyek? Ez az év ez nagyon sajátos volt, sőt az elmúlt év végén egy hullámban már a gólyák is megérkeztek, tehát szilveszterkor több helyről is jeleztek gólyákat. Szerintem a madarak érezhették ezt a mostani felmelegedést, ezt a január közepétől érezhető felmelegedést, megtévesztette őket, hogy 3-4-5 gólya itt a megye területén mászkál, sőt itt Gyuláról is a vasútállomás mellől is jeleztek talán január 1-2 a környékén egy madarat, tehát ők is megérkeztek. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy itt a tavasz és a gólyák ezt már jelzik, ez egy megtévedt csapat lehetett, tehát a többiek még hátra vannak. De ugyanakkor a szakmán belül azért mennek azok a hírek, hogy itt is a tavaszi vándorokból egy-egy példány megjelent ott is. Különböző énekes madárfajok, vízparthoz köthető madárfajok jövögetnek, és mindegyből van már szinte egy-egy példány. Ha jön még egy keményebb hideg, túlélik ezek a madarak?
madaraknak megvan a szerencsés tulajdonságuk, hogy nagyon jól tudnak repülni. Tehát akkor, amikor ide beköszönt a hideg, akkor ők szinte percek alatt le tudják reagálni, 50-100 kilométeres távolságokban, kicsit délebre mennek, kicsit északabbra mennek, keletre, nyugatra. Ezt a hirtelen betörő hideget viszonylag könnyen le tudnak húzódni délre, bár minden évben vannak olyan időszakok, amikor például itt él idén a nagy kócsagok, ez a csodaszép nagy termetű fehér madár, aki azt gondolja, hogy enyhe télen, hogy majd átvészel itt a telet, egy hirtelen jött fajnál ő azért lomhább, lassabban reagálja le, például az ő esetükben eléggé szorongatott helyzetbe lehet kerülni. Van néhány olyan madár fel, amely kevésbé rugalmas, de ezek a tavaszi érkezők, ezek viszonylag könnyen korrigálják az útvonalukat.